basszus zakatol a fülében. Nekem a... Tehát, hogy... Az van, hogy nekem az első ilyen, és szentimentális pillanatok következnek, ha van hegedű Lóci. Én azt gondolom, hogy, vagy hogy nem tudom. Várjam, tehát, hogy... adom hozzá az igen, emlék, jó? Köszönöm. Jó, hát próbálok szexi szentimentális. Szóval amikor Konsicki Dávid kidolgozott felsőtest. Amikor Konsicki Dávid először rám vetette a tekintetét, és azt mondta, igen, mehet tovább. Igen. Szóval, hogy, tehát, hogy nekem azért az első ilyen nagy, hogy mondjam, ilyen, tehát hogyha azt nézzük, hogy mi a hűha, vagy a nagy meglepetés, az mégiscsak az volt, hogy az a zenekar, amiben benne voltunk, azt nem kell elmagyaráznom, hogy miért nem, de én ott nem énekeltem. Én ott kannáztam. De a lényeg az, hogy... Ez egy önjogon járó tanszajta. A kannaművész. Nem mondtam, hogy jól kannáztam, azt mondtam, hogy kannáztam. Nem tudom, van egy ilyen reverse taps, hogy igen, ilyen visszavonás. Mégsem. Igen. Hát ezt pontlevonásnak hívjuk még. Igen, ja, a kurva életben. Szóval, hogy nekem igazából az a meglepő, hogy a Konsi, aki tud, aki tanult, aki tanítottak gitározni, aki így ért hozzá, aki így jazzgitár, tudja, hogy mit jelentenek ezek a kifejezések, meg ilyesmi. Amikor azt mondom neki, hogy hát és akkor lehetne az, hogy te írsz szövegeket, én írok, vagy én írok szövegeket, te írsz zenéket, és így összerakjuk, és nem, és arra gondoltam, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk úgy ketten, hogy én éneklek. És hogy az, hogy erre a Dávid azt mondja, hogy ja, ja, próbáljuk meg. Nekem az önmagában az, hogy ennyire ilyen, nem tudom, nagy lelkű, vagy bátor, nem? Vagy ilyen kockázatképes, vagy nem, tehát, hogy van egyébként, a... Egyébként ez a menedzsereknek egyfajta tulajdonsága, nem, hogy így meglátják a jövőt, nem? Tehát, hogy meglátta benned, hogy te tudsz vinni át a zenekar. Én őszintén kétlem, hogy felfedeztem Cseppel Olivért. Ott nem lehetett meglátni a jövőt, az nem egy olyan pillanat. Nem, nem, igazából... Tehát, hogy szerénykedsz, mert hogy amikor kannáztál, akkor is igazából az énekes helyett te vitted a sót a számok között. A számok között beszéltem, de hogy az olyan, mint hogyha, érted, mármint nem azért Lóci, de hogy olyan, mint hogyha a Lócinak a... Hogy kerülök én ide? Tehát, hogy az, hogy a Lóci két szám között tudja vinni a közösséget, arra azt lehet, hogy jó, de akkor... Most énekelj, mármint, hogy a Lóci tud énekelni, és meg tud beszélni. És ez így történt, igen. Na jó, de... Rengeteg jó, de Lóci tud énekelni. Énekelni. És jó, nagyon jó zenét csinálnak. Na mindegy. Na, Istenem, na jó, ezt most hagyjuk abba, jó. Igen, igen. Ehhez képest az, hogy, tehát az, hogy velem, velem egyrészt, hogy beenged az ő lakásába, hogy leül velem, és azt mondja, hogy jó, akkor nézzük meg ezt a számot, és írt egy számot. És hogy tényleg, tehát, hogy amit ő csinál, az mennyivel egy jobb, és... Na mindegy, jó, igen, nem... Pont. A lényeg az, ezt hogy... is kivágjuk, tehát... Igen, a lényeg az, hogy... És egy könycsepp lassan legördült az arcán. És hogy tényleg csak ez, hogy az önmagában egy hűha, hogy kiállnak veled a színpadra úgy, hogy abszolút nincs fedezeted arra, amit csinálsz. Úgyhogy nekik van. Ehhez képest persze aztán nyilván egy ilyen hatalmas, ilyen, ilyen jó értelemben pofon, vagy nem tudom, ilyen durva cucc, hogy egyszer csak így azt látod, hogy már nem csak a másik zenekar, ami előtt, aminek a Hajós András szavával élve a pattanásos hátukon fölmászol az előzenekari posztra, hogy azok az emberek így elég türelmesek, hanem hogy így azért jöttek, mert akarnak hallgatni, meg így tudják a szöveget, meg így tudják, hogy most jön a szóló, és akkor most nem tudom, elkezdenek ott táncolni. Szóval, hogy amikor így elkezdenek reagálni, az a legdurvább, és aztán ez már egy bizonyos szint után már csak egy ilyen egy számbeli növekvésben van. Igen, podcastja. Dob meg basszus zakatol a fülében.